most jön az, ami többeknek nem ment. Azt mondja, hogy módosítsa az alkalmazott stílusokat az alábbi leírásnak megfelelően. Tehát, ha megnéztétek a egyszer is ezt a szegény valamit, akkor itt van a stílusok felirat. Tehát az ikonok között itt böszme nagy stílusok vannak. És bizony itt van a címsor 1, amelyikre, hogyha rákattintotok, akkor kap egy formázást, meg egy kis fekete pöcköt ide a tetejébe, egy jelölőt, amelyikkel mondja, hogy ez bizony egy stílusformázásnak volt, vagyis valamilyen vezérlő formázás is van még rajta. Na most, ha jobbegérgombban rákattintotok, hányszor elmondtam, hogy a jobbegérgomb mindig segít, akkor itt a módosítás szó. És innentől fogva gyakorlatilag bármit be tudtok állítani. Azt kérte a feladat, hogy legyen az egyes szintű Times New Roman 24 pontos, félkövér és fekete. Félkövér és fekete. Val. Azon kívül a bekezdése térköz előtte 0, utána 24 és egyszeres a sor köze. Tehát formátum, bekezdés, és azt mondjuk, hogy előtte 0, utána mennyi volt? Utána 24, és szimpla, mondom szimpla, utána egyszeres a sor köz. És készen vagyunk, és készen vagyunk, és voilà, a Galileo Galilei, mivel már az előbb címsorra formázta, így néz ki. Na most, teljesen mindegy, hol vagyok, most nem akartam én azt a formázni, legyen a címsor 2, jobbegérgomb, módosítás. Nem nyúlunk sem a szöveghez, semmit. Itt csinálhatnánk új címsort, stb. De beállítjuk azt, amit kér. Times New Roman 18 félkövér fekete. Times New Roman 18 fekete félkövér. Oké? És a bekezdésekre előtte 18, utána 12 egyszeres. Tehát formátum, bekezdés, előtte 18, utána 12, és szimpla. Ugye? Így van, 18, 12, szimpla. Oké, oké. Na most ezzel, hogy beállítottuk a kettes szintű címsort, nagy valószínűséggel itt vannak a be. Galileo Galilei egyes szintű címsor. Élete, munkassága, pere kettes szintű címsor. Az összes többi hármas. Tehát most nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a dolog. Élete, címsor 2. Voilà. Mi a következő? Hoppá. Munkássága. Ezt bévalóan elhagytam valószínűleg. Itt van. Munkássága, címsor 2. Megkapja a formázásokat, és a pere, most rákeresek, itt a pere, voilà, címsor 2. Tehát beállítottam a kettes szintű címsorokat. Jobbegérgomb, módosítás, keressük meg a feladatot, hármas szintű címsor, 14-es betűméret, Times, félkövér gondolom, fekete, el se olvastam, nem, dőlt és fekete, akkor nem félkövér, hanem dőlt, fekete, és formátum, bekezdés, térköz előtte 12, utána 6, egyszeres, tehát bekezdés, térköz előtte 12, utána 6, és szimpla. Oké, és oké. Gondolom a pere nem lett olyan, így van, de végignézhetjük akkor, hogy mégis melyek azok, amelyeknek ilyennek kell lenni. Itt van szépen. Tehát munkássága, csillagászat, fizika, matematika, filozófia. Tehát ezek a hármas szintű címsorok. Csillagászat,
fizika, matematika, filozófia. Van még? Nincs. Pere után pedig per közvetlen következménye, ez biztos az, de akkor itt még kellene lenni, hogy per előtti évek, itt van, elgondolkozó vagyok, a per, az ítélet, a per, az ítélet, galilei esküje, ajajaj, elhagytam valahol. Az ítélet többi része szerintem ez is az. Galilei esküje, ez is az. Jó, és a per interpretációja történelemben, ez egy hosszú sor volt, ezért nem találtam. Így, és Ctrl S, tehát megtanultunk címsort módosítani és alkalmazni.